City Heights from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja. Köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a Bocskai Rádió igazgatója Molnár Zsolt, és velem van Erdély Áron. Önök a Bocskai Rádió 2023. január 29-ei műsorát hallják. Kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és azokat is, akik a világ különböző pontjain hallgatnak bennünket, az internet segítségével. Azokat is üdvözöljük, akik a Facebookon követik az élő közvetítést, amely természetesen visszanézhető. Hálásan köszönjük, ha megosztják a mai adás linkjét is, hadd halljanak bennünket minél többen. Mobiltelefonos alkalmazással is elérhetők vagyunk a WJCU mobil applikáció letöltésével, akár élőben is követhetik a Bocskai Rádió műsorát minden vasárnap délután 2-től 5-ig. Két hét múlva, február 12-én és 19-én kerül sor a Bocskai Rádió Radioton adománygyűjtő akciójára, amikor az egyetemet kell anyagilag támogassuk a 3 órás műsorért. Mint tudják, az egyetem immár 39 éve ad helyet a Bocskai Rádió adásának. A Bocskai Rádió 3 órás adása a leghosszabb magyar nyelvű műsor a Kárpát-medencén kívül, amely egy hagyományos rádió hullámon működik. Ezt értékeljük, és ezért minden évben várjuk az önök támogatásait. Kérjük, értesítsék ismerőseiket is, hogy minél többen tudjanak csatlakozni a Radiotonhoz. Áron, most pedig lássuk, mit kínálunk a hallgatóknak a következő 3 órában. Igen, és köszönöm a kedves hallgatókat. Szokásunk az hívni, az egyházi félórával kezdünk. És most Baksei Péter atya a brunswicki ohiói Szent Emilián görögkatolikus templom plébánosának tanítását hallgathatjuk meg. Ezt követően a Dalok szárnyán önök érték műsorába Gavra Gusztávot hívta meg barátomat, aki itt is van. Szervusz Gusztáv! Ő fogja megmutatni, hogy milyen számokat szeret hallgatni. A második órára dr. Szent Királyi Endrét várjuk a stúdióba, aki nemrégiben zajló emek gyűléstől és a clevelandi magyarok múlt évét értékeli. Kérdéseket várunk egyébként Facebookon, e-mailben a stúdiókukat bocskairadio.org címen. A 3. órában elsőként a közérdekű hirdetéseket osztjuk meg önökkel, majd a névnaposokat és a születésnaposokat köszöntjük. A játékos kedvű hallgatóknak a honismerti rejtvényjáték kérdését olvassuk fel, melyet a 7 verse életmód és a közkedvelt Mit főzzünk című rovatok követnek. Kedves hallgatók, mint hallották, színes aktualitásokkal, érdekességekkel telített, válogatott zenei tartalmú 3 óra elé nézünk. Reméljük, velünk tartanak itt az éter hullámain keresztül, vagy a világhálón, illetve weboldalunkon a bocskairadio.org élő adás link alatt. Kellemes kikapcsolódást kívánunk mindenkinek. És ahogy Áron említette, most folytatjuk adásunkat az egyházi félórával. Baksei Péter atya következik. Magasztalj, illekem, illekem, a Jordánban megkeresztelt Krisztus hiány.
Nagy szeretettel köszöntöm Bocskai Rádió nézőit és hallgatóit ebben az új esztendőben. 2023-as év januárjának végéhez értünk, már is tapasztalhatjuk, hogy rohan az idő, és sok-sok kegyelemben részesülhetünk ebben az új esztendőben. Január az ünnepeket tekintve a vízkereszt ünnepével gazdagít bennünket. Először is hallgassuk meg az ünnep evangéliumát. Bölcsesség igaz, hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté evangéliumának olvasása. Dicsőségéken, Uram, figyelmezzünk! Azon időben Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt, de János igyekezett visszatartani. Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzá. Jézus azonban ezt válaszolta neki, hagyd ezt most, mert így érik teljesítenünk minden igazságot. Akkor engedelmeskedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme az ég megnyílt neki, és látta az Isten lelkét, mint galambot leszállani és rászállni. És íme egy hang hangzott az égből, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem teli. Dicsőség néked, Uram! Krisztusban, kedves testvérek! Teofánia, vízkereszt ünnepe az, amivel az Úr gazdagít bennünket ebben az új esztendőben. És ez az az ünnep, amikor különleges módon megtapasztalhatjuk mind a három isteni személy jelenlétét. Jelen van a Teremtő Atya ezen az ünnepen, az ő hangjával, amikor elhangzik, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Ezt a szót hallottuk már augusztus 6-ai ünnepünkkor is, de ez a teofánia ünnepe még ettől is gazdagabb, hiszen nem csak a Teremtő Atya hangját halljuk, hanem látjuk a fiút, aki teljes élet erőben, fiatalon, erősen megkezdi a munkáját. Január 6-ai ünnep a hivatalos beiktatása Jézusnak, amikor is keresztelő János a Jordán folyónál beiktatja, megkereszteli Jézust az élő vízzel. És amint megkeresztelkedik, kijön a vízből, már is leszáll rá a Szentlélek valam képébe, így válik teljessé a Szent Háromság jelenléte ezen az ünnepen. Keresztelő János az a személy, aki előkészíti Jézus útját, nagyon jó munkát végzett. Nagyon sokan azt hitték, hogy ő a messiás, ő a megváltó. Tanította a népet, és keresztelte őket a Jordán vizében, folyóban. Keresztelő János jó munkát végzett, előkészítve Jézus számára az utat. És ez az az ünnep, ez az a pont, amikor is az Ószövetség megszűnik, véget ér, és elkezdődik az Új Szövetség. Ez az a pillanat, amikor Jézus megkezdheti hivatalos munkáját, beiktatása, megtörténik. Karácsony ünnepén tapasztalhatjuk a születő, érzékeny, kiszolgáltatott kisgyermek megjelenését, és már is a felnőtt Jézus áll előttünk, aki folytatja azt a munkát, amelyet keresztelő János előkészített számára. A folyónál vannak ők, amely folyó víz jelképezi az életet, amely víz jelen van a mi életünkben is, és fontos szerepet kap. A vízzel találkozhatunk már az Ószövetségben is, amikor Mózes ketté választván a vizet, képes megszabadítani az egyiptomi fogságból a választott népet, keresztül haladva a folyón, aztán a pusztában vándorolva, a pusztában szomjazó népet édes vízzel, ivóvízzel tudja táplálni, amint a sziklára rácsap az ő botjával, és onnan ivóvíz forrása fakad. Vízzel találkozhatunk még az Ószövetségben, amikor is Noé menti meg az emberiséget a bűnt eltörlő özön víztől, és megmenti az állatokat kettesével,
és jelen van a víz Illés próféta életében is, aki a vizeket, égi csatornákat imádsággal elzárva ad próbatételt a Bál papjainak, akik a bávány imádásban viszik még Izrael népét, Izrael választott fia gyermekeit is. Az élő víz az, amely jelen van a mi életünkben, amely víz fontos az emberi élet számára. Szükséges a megfelelő minőségű és mennyiségű víz az emberi élet számára. Az ivóvíz, a tisztálkodásra alkalmas víz jelenléte az életünkben. Ilyenkor, január 6-án az élő vizek szentelésére is sor kerül, amelyet hallhatunk a híradásokban. Magyarországon megszentelésre került a Duna vize, Tisza vize, folyó és még a Balaton, egyéb álló és folyó vizek szenteléséről tapasztalhatunk a híradásokban. Amikor a pap szenteli a vizet, azon szép és hosszú imádságokban elhangzik az imádság: nagy vagy te, Urunk, és fölségesek a te műveid, és nincs szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Ezen imádság elhangzása közben a hármas gyertyát mártja a vízbe, eloltva az égő lángot, és ezzel a szentelés folyamatát jelzi a pap. Nagy vagy te, Urunk! Az Isten jelenléte és Isten áldása nélkül az emberi élet gyakorlatilag lehetetlen lenne itt a Földön. Az ő Isten áldása és szeretete az, amely lehetővé teszi a békés és boldog, szeretetteljes életet. Fölségeseket a művei. Isten teremtett világát tapasztalhatjuk, az Isten teremtett világának szépségét csodálhatjuk minden élethelyzetben, minden életkörülmény között, és az ő szeretete ezeken keresztül nyilvánul meg. A természet szépsége minden évszakban megtapasztalható, és az Isten által embernek adott logika, ész és kreativitás segítségével pedig megtapasztalhatunk mindenféle olyan technikai segítséget, amely gazdagabbá, teljesebbé teheti az életünket. Nincs szó, mely elégséges volna a csodatételeid magasztalására. Keresztény ember jó, ha minden nap megköszöni az Istennek az ő szeretetét, amellyel elhalmozza, elárasztja, és a szavak talán nem is elégségesek erre. Egyszerű leborulással tudunk a hódulatot kifejezni a mi szerető Istenünk felé. A víz jelen van tehát a mi életünkben, amely megáldába kerül akár otthonainkba is, és ilyenkor kerülhet sor a házak megszentelésére, intézmények és mindenféle épület megszentelésére, amely a víz, szentelt víz segítségével így elnyeri annak méltó és szeretetteljes működését. A szentelés, visszentelés folyamán elhangzik egy másik imádság is: te tehát, ember szerető király, jel most is a te szent lelked lejövetele által, és szenteld meg ezt a vizet. Ennek elhangzásakor a pap rá lehel a vízre, és így kéri az Isten áldását a Szentlélek lejövetelét. A Szentlélek hívó imádságunkban elhangzik a mennyei király kezdetű imádságban ez a megtisztelő megszólítás, hogy ember szerető király. Az Isten jelen, királyként van jelen minden istenfélő keresztény ember életében, amelynek segítségével az egyetlen út az, amelyet járhatunk Isten segítségével és kegyelmével. Jel most is a te szent lelked lejövetele által. Isten szent lelkét küldi a mi életünkre. A vízkereszt ünnepén a Szentlélek megjelenése galamb képében egyértelmű jele annak, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk segítség nélkül. A Szent Lelket érdemes segítségül hívni minden egyes alkalommal, amikor a munkánkat kezdjük, bármilyen munkáról legyen is az szó. A Szent Lélek segítségül hívása mindenképpen
olaj a motornak az ember életében. Jel most is a te szent lelked lejövetel által, és szedd meg ezt a vizet. Isten megszenteli azt a vizet, amelyben Jézus beleli a Jordán folyót, és ezáltal az egész föld golyót megszenteli, hiszen a föld egy zárt légkör, és a Jordán folyónak a vize, amely elpárolog, belekerül a légkörbe, így módon áldottá válik az egész föld, és ezt utánozva áldjuk meg és szenteljük meg januárban a vizeket, amely szentelt víz jelent van a mi életünkben, és segíti a mi életünket. A vízszentelés egy következő mondata, most is magad uralkodó, szenteled meg a vizet a te szent lelkeddel. Ezen alkalommal a pap a kezét áldó mozdulattal a vízbe merítve keresztet rajzol a vízbe, és így kéri a víznek a megszentelését, megáldását. Megáldott víz szükséges az emberi élet mindenféle mozzanatában, szükséges a jó minőségű, megfelelő mennyiségű víz a fogyasztásra, az ételhez, az italhoz, és így áldja meg a Jóisten a mi életünket ezzel a vízzel. A januári Teofánia vízkereszt ünnepe, tehát ilyen kezdet, az év kezdete, amely segítségével jó lendületet, egy erős kezdést tehetünk ebben az új esztendőben, amely segítségével már is január végéhez érve tapasztalunk a következő ünnepünket, a január 30-ai ünnepet, a három főpap ünnepét, a nagyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil és nagyszájú Szent Gergely ünnepét. A következő ünnep, amiről szeretnék a mai alkalommal néhány szót ejteni, az a találkozás ünnepe, amely február 2-án van. A február 2-ai ünnep evangéliumát olvasom. Bölcsesség az hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács evangéliumának olvasása. Dicsőség néked, Uram! Figyelmezzünk! Azon időben pedig elteltek tisztulásuk napjai, Mózes törvénye szerint felvitték őt Jeruzsálembe, hogy megmutassák az Úrnak, amint az Úr törvényében írva van, minden elsőszülött fiú gyermek az Úrnak legyen szentelve, és hogy áldozatot mutassanak be, amint az Úr törvénye mondja, egy pár gerlicét vagy két galamb fiókát. Ért pedig Jeruzsálemben egy ember, Simeon volt a neve, igaz és istenfélő férfiú, aki várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. A Szentlélek kijelentette neki, hogy halált nem lát, amíg meg nem látja az Úr felkentjét. Ekkor a lélek ösztönzésére a templomba ment, amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy a törvény szokása szerint cselekedjenek vele, karjaiba vette őt, és Isten magasztalva így szólt. Most bocsátod el, Uram, szolgálatodaink két szerint békességben, mert látták szemeim üdvösségedet, mely minden nép színe előtt készítettél, világosságra nemzetek megvilágosítására és dicsőségére népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak mindazon, amit róla mondtak. Simeon meglátta őket, megáldotta őket, anyjának Máriának pedig ezt mondta, íme sokak romlására és feltámadására lesz ő Izraelben, jel lesz, melynek ellene mondanak, és a te lelkedet törjárja át, hogy nyilvánosságra jussanak sok szív gondolatai. Volt egy Anna nevű proféta asszony is, Pánuel leánya Áser törzséből, nagyon előre haladt már napjaiban, miután fél évvel hét esztendeiért szüzessége után,
84 éves özvegy volt, és nem várt meg a templomtól, bőtöléssel és imádsággal szolgáltott éjjel és nappal. Ő is odajött abban az órában, dicsérte Istent és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, a városukba Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel és Isten kegyelme volt rajta. Dicsőségünket, Uram! Február 2-ai ünnepünk, amely ikonosztázainkkal is megtalálható, egy kis visszatekintést ad arra, hogy a megszületett gyermeket, az ő szülei elviszik és bemutatják az Istennek, teljesítve ezzel az ószövetségi törvényt, minden elsőszülött fiúgyermeket bemutatni a templomban. Ajándékot is visznek, két galamb fiókát, előírás szerint, és így teljesítve az előírásokat, kérik a Jóisten áldását az ő életükre. A templomban fogadja a szent családot, Simeon, az öreg Simeon, aki a messiás meglátásának ígéretét kapja, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja a messiást, a megváltót. Az Ószövetségben, és jelenleg is minden zsidó ember várja a megváltót, a messiást, és ez a Simeon megkapta azt az ígéretet, hogy ő majd megláthatja. Gondolom ő is, mint minden más zsidó ember, arra várt, hogy egy hadvezér, egy erős férfi bevonul majd Jeruzsálembe, de ehelyett ezt kell tapasztalnia, hogy jön egy fiatal házaspár, egy újszülött gyermekkel, akit bemutatnak a templomban. És a Szentlélek egyértelműen rámutat számára, hogy ő az, akit vártál, ő az, akit várt az egész megváltott nép, ő az a messiás, akit megígért már az Ószövetség írásaiban az Isten. Megáldotta ezt a gyermeket és családját, ez az öreg ember, és megszületett ez a csodálatos imádság, amelyet minden vecsernyében imádkozunk, a Most Bocsásd el kezdetű imádság. Az ő élete ezzel teljessé válik. Meglátja a messiást, megáldja őt, és az ő útjára indítja szüleivel együtt. Nem csak az öreg Simeon van jelen ezen az ünnepen, ott a templomban, hanem egy 84 éves özvegy asszony, Anna proféta asszony, aki szintén jelen van ezen az eseményen. Azt halljuk az evangéliumból, hogy bőtörés, gyűlösel és imádsággal folyamatosan jelen volt az Úr templomában. Ezt egy kicsit érdemes megvizsgálni, hiszen ez nem azt jelenti, hogy a templom épületében volt éjjel-nappal és folyamatosan ott volt. Az Ószövetségi templom, Jeruzsálem templom területe az egy nagyobb terület volt, amely a templom területén belül mindenféle mai szóval élve közigazgatási rendszer jelen volt, ott volt a templom fizikai valósága, ahol az imádság zajlott, de a templom területén volt az iskola, ott volt a különböző helyek, amelyeken az oda zarándokló emberek felfrissülve tudták az Istent dicsőíteni. Így ezért mondjuk az evangéliumban, hogy jelen volt a templomban, éjjel és nappal, özvegy asszony lévén az Ószövetségben kiszolgáltatottá vált Anna proféta asszony is, ahogy más evangéliumi történetben is halljuk, hogy az Ószövetségben élő nőknek semmiféle joga, semmiféle választási joga, semmiféle beleszólási joga nem volt a közéletben. Az egyetlen megélhetési lehetőségük az volt, hogy a templomnál koldultak és kérték arra járók
segítségét, alamizsnáját az ő életük fenntartásához, vegetálásához. Így módon volt jelen Anna proféta asszony is ezen az ünnepen, mindig böjtölt és imádkozott, és ő is megláthatta, felismerhette azt, hogy ez a gyermek, ez nem egy egyszerű gyermek, hanem ő a megváltó, ő a messiás, aki megérkezett, akire várt az egész választott nép, és így módon ő hiteles hírnökeként folytatta az ő életének útját, mindenkinek a tudtára adta, hogy itt van a messiás, itt van a megváltó, megkezdődik majd az új szövetség. Ő volt az özvegyasszony, aki mindig jelen volt a templomban, annak területén, sokan ismerték, és elfogadták az ő szavait. Így módon kezdődik meg Jézus megáldott életének az útja, amely még sok tanulással, sok szorgalommal jár, és így halad az ő útján. Február 2-ai ünnepünk az, amely egy kis megnyugvást hozhat az életünkbe, hogyha belegondolunk az ünnepre, amelyet képvisel Simeon és Anna. Az életünkben jelen vannak régóta fiatal személyek, akik valaki öreg embereknek van. Az ő élettapasztalatuk, az ő szeretetük, az ő nyugalmuk adhat számunkra segítséget, egy kis megnyugvást, bátorítást, biztatást rohanó világunkban, hiszen hajlamosak vagyunk rohanni, szaladni, megfelelni, próbálni mindenféle feladatoknak. És így február 2-ai ünnep lehetséges esély nekünk arra, hogy egy picit megtorpanjunk, kicsit elgondolkozzunk, hogy mit is jelent számunkra a régóta fiatal személyek jelenléte, hogyan tudja gazdagítani a mi életünket, hogyan tudnak jó példát adni számunkra és jó szavakat, de mindehhez esélyt kell adnunk nekik, hogy meghallgatjuk őket. A régóta fiatal személyek áldása az életünkben semmi máshoz nem hasonlítható esély és lehetőség. Az öreg Simeon és Anna áldást adnak a fiatal családnak, bátorítják, buzdítják őket, hogy a nehézségeket vállalva, a nehézségeket elfogadva küzdjék meg az ő saját útjukat, saját életüket, így adva esélyt és lehetőséget az Isten szeretetének és kegyelmének. Jézus élete, tudjuk, hogy nem egyszerű, az ő családjának az élete nem egyszerű, de Isten áldásával, Isten kegyelmével, Isten szeretetével és a körülöttük lévő emberek áldásával, segítségével bizony megfelelő úton halad. Így köszönhetjük meg a Jóistennek ezt a 2023-as évet, ahol elindult nagy lendülettel, és most hálát adunk és megköszönhetjük mindazt az áldást, amit eddig kaphattunk ebben az új esztendőben, és kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy ezután is bátorítson, segítsen bennünket. Zárásként imádkozom a Most bocsásd el kezdetű imádságot, amely Simeon ajkán született meg, amikor megláthatta a messiát. Most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a tőled küldött üdvözítőt, kit rendeltél minden népek színe elé. Világosságul a bogányoknak, megvilágosítására, így dicsőségünk a te népednek, Izraelnek.
Bocskai Rádió, a Clevelandi magyarok hangja. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában a görög katolikus egyházadását hallottuk, Bocskai Péter atya elmélkedését. Ahogy máskor is szoktam említeni, ez a videó felvétel külön megjelenik a Facebook oldalunkon, amit megosztunk a weboldalunkon és a Facebook oldalunkon is. Kérjük szépen, akik tehetik és szeretnék, azok osszák meg, hogy minél többen részesülhessenek a Jóisten igéjében. Most folytatjuk adásunkat a Dalok szárnyán című műsorunkkal. Önök kérték, mivel kedves Áron kollégámnak egy vendége van, ezt a műsort megtiszteljük azzal, hogy Gusztávnak átadjuk. Áron, kérlek, vedd át a szót és folytassad innen. Így van, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, a múlt héthez hasonlóan szintén vendégeket köszöntetek. Most nem testvéremeket köszöntöm, kedves barátomat, kollégámat, szerkesztőmet a Hit Rádiónál, Gavra Gusztávot. Szervusz, Gusztáv! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ugye nem régen érkeztél, de eddig milyen tapasztalataid vannak Amerikáról? És Clevelandről főként? Őszintén szólva remek, egyrészt nagyon jó volt látni azt, hogy ennyire sokszínű magyar közösség van itt, tehát az nekem nagyon sokat jelentett, hogy itt tényleg hazai hangokkal tudtam találkozni, és szerintem konkrétan többet beszélgettem eddig itt magyarul, mint angolul az emberekkel. Hát igen, ez így volt, ugye még egy hetet leszel itt, megpróbáljuk a programot minél színesebbé tenni, hogy minél több részét lássad a helyi magyar közösségnek. Remélem sikerül. Így lesz, azon leszek. Ugye Dalok szárnyán rovatnál vagyunk, önök kérték, tőled is azt kértem, gyűjtsd össze egy pár számot. Mi az első dal, amit hoztál? Hát az első, az a szövegében nem is, a dal a megzenésítésében mindenképpen nagyon közel áll hozzám, Deák Bill Gyulának a Rossz Vér című dala. Hála Istennek egy nagyon jó családi háttérbe jövök, ez pedig egy olyan dal, ami egy agresszív, erőszakos apáról szól, szóval ilyen szempontból egyáltalán nem köthető hozzám, viszont személyes történetem van ezzel kapcsolatban. Egyszer a kedves öcsémnek vérzett az orra, édesapám éppen dolgozott, és amikor meghallotta, hogy ez történt, ezt a dalt küldte neki. Úgyhogy, mint egy vigasztalásképpen. Lényeg a lényeg, hogy hozzám nagyon közel áll a blues, mint zenei műfaj, és hát ez szerintem Magyarország egyik legjobb blues előadója, Deák Bill Gyula, ez pedig az egyik legkiemelkedőbb dala, szóval ezért választottam ezt első dalnak. Na hát, és milyen gyakran hallgatsz egyébként blues-t? Elég rendszeresen, én egyébként egy nagyon változatos zenei fogyasztó vagyok, tehát vannak ilyen időszakaim, hogy mikor éppen mit, de a blues az egy, hogy mondjam, ciklikusan visszatérő műfaj az életemben. Na hát akkor hallgassuk is meg Deák Bill Gyulától a Rossz Vér című számot. WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Anyám nem kapott virágot. Apám keze oda vágott, aztán elhagyta a családot. Rossz vér, rossz vér, rossz vér, rossz vér. Fedezte a világot, pénzt nem küldött, nem is látott. Vérem vitte nehéz átok. Rossz vér, rossz vér, rossz vér.
szemét. Anyám tudta, így is jól jár. Békésen viselte sorsát. Miattam fél, értem szolgált. Rózsvér, 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 rózsvér. Rózsvér, rózsvér, rózsvér.
Hát köszönjük, Guszti, ezt a számot. Egyébként mióta hallgatsz blues-t? Az van, hogy nálunk elég nagy tradíciója van a változatos zenei ízlés kidolgozásának, tehát őszintén szóval nem is emlékszem, hogy pontosan mikor adtam először blues számot, mert édesapám, aki szintén nagy zenefogyasztó, ő nagyon-nagyon változatosan, hozzám hasonlóan nagyon változatosan fogyasztott mindenfajta zenét, szóval az, hogy pontosan mikor hallottam először blues számot, arra már nem is tudom, szerintem még nem voltam teljesen öntudatos személyiség akkor. Na, de hát köszönjük szépen, mert ugye a rádióban nem gyakran csendül fel például Deák Bill. Célzottan szerettem volna blues számot rakni ebbe az öt. Hát nyilván ugye az a lényege itt az, hogy a kedves hallgatóknak a kedvenc dalait mutassuk be. Hát igen. Legyünk tovább. Melyik számot hozta akkor? Így van, a Heaven Street 7 nevű formációtól a Hip Hop Music EP-jével. Kik ők? Mert ugye még számomra is kicsit ismeretlenek. Így van, voltak. A Heaven Street 7, ők egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt voltak talán a legnépszerűbb zenekarok egyik az országban. Az érdekessége ennek a formációnak, hogy édesapám egyik kollégája és közeli barátja is a tagjuk volt, úgyhogy én viszonylag korán találkoztam szintén a dalaikkal. Ugye azt kell tudni, hogy nemrégében volt egy visszatérő koncertjük, de előtte éveken keresztül feloszlott állapotban működtek, illetve nem működtek. Uh-huh. Alapvetően egy kicsit ilyen popposabb, rockosabb vonalat képviselnek ők, és ezt a konkrét dalt, ezt Németh Róbert, a csapat basszusgitárosa szerezte, aki, mint említettem, édesapámnak egy közeli barátja és egyébként kollégája is. Az énekes egyébként bevallottan nem tudja értelmezni a szöveget, és ezért fölhívnám külön a szövegre a figyelmet majd, hogy mindenkinek ajánlom, hogy próbáljon egy helyes megfejtést találni, sokféle verzió lesz, abban biztos vagyok. És mit mond az író? Ő elmondta az ő nem akarja konkrétan kifejteni, mert mindenkinek meg akarja adni a lehetőséget, hogy maga jöjjön rá, hogy mit is jelent ez a dal. Uh-huh. Úgyhogy én konkrét információval nem tudok szolgálni. Nekem is van elméletem, de mindenkinek meg akarom hagyni a lehetőséget. Na rendben, akkor hallgassuk is meg, aztán még faggatlak, hogy neked mi a elméleted. Akkor jöjjön a Hip Hop Music. Azt álmodtam múlt éjjel, hogy nem is vagyok már. Elég hülye érzés, úgyhogy gondoltam, hogy jár mellé valami filmzene is, hogy tényleg jó legyen. Emlékszem, hogy szólt valami, de kiment a fejemből teljesen. Mikor azt hittem, hogy felkeltem végre, mert szóltak, hogy a villanyom égve maradt, nem is vettem észre, hogy úgy maradtam egészen. Nem tudtam, csak sejtettem, hogy mi az a lemez, amit feltettem. Már nem emlékszem, de nem volt rossz, csak nem jut eszembe, vagy talán most. Mi az, ami szól hip-hop music? 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 Mikor azt hittem, hogy felkeltem végre, mert szóltak, hogy a villanyom égve maradt, nem is vettem észre, hogy úgy maradtam egészen. Nem tudtam, csak sejtettem, hogy mi az a lemez, amit feltettem. Már nem emlékszem, de nem volt rossz, csak nem jut eszembe, vagy talán most. Mi az, ami szólt hip-hop music? 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 Mi az a muzsika hip-hop music? Mi az, ami szólt hip-hop music? Mi az, ami
ami szól, ami szól, mi az, ami, az, ami, ami szól, ami szól, mi az, ami, az, ami, ami szól, ami szól, mi az, ami, az, ami, ami szól, ami szól. For a while, 'cause all the girls know that Dr. J got style. Playing music with my voice from Heaven Street 7. We got all the girls open like a 7-Eleven. Hát, Guszti, köszönjük szépen, igen, számunkra is értelmezni kell, hogy tulajdonképpen mit is hallottunk. Hát, kedves hallgatóink, önök is, hogyha van egy megfejtésük, kérjük, küldjék el nekünk e-mailbe vagy Facebookon. Guszti, neked mi a megfejtésed erre a dalra? Én, nekem azok az értesüléseim, és én a szövegből is azt szűrtem le, hogy itt tulajdonképpen azt az általános életérzést próbálta megfogni a szerző, hogy tulajdonképpen milyen érzés hip-hopot hallgatni. Ugye Magyarországon ekkoriban jelent meg, mint műfaj, a hip-hop így a mainstreambe, és ezért ez egy újszerű élmény volt rengeteg embernek, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez állhat a háttérben. Hát igen, ezt mindenkinek magának kell eldönteni, hogy neki mit mondott, miről szólt ez a dal, de hát akkor megyünk is tovább, mivel az idő a szalad. Stílszerűen hip-hoppal. Igen, hip-hopból hip-hopba, mégpedig Tibessel megyünk tovább, aki szintén nem egy annyira ismert előadó művész itt Amerikába. Be tudnál mutatni egy pár mondatba? Igen, Tibes gyakorlatilag az új hullámos magyar keresztény rapnek a vezér alakja. Mostanra ő nőtte ki magát igazán, tehát ő tekinthető a magyar rap színen belül a keresztény rapben a vezér alaknak. Saját kiadója van, ő rengeteg friss tehetséget futtat föl. Az elmúlt években nagyon sokat köszönhetett neki a magyar rap szakma úgy általában is. Ez a konkrét száma egyébként azért is különleges számomra, mert ez elhangzott a szalagavatómon. Tibes volt a meglepetés vendég, és ő élőben előadta az egyik osztály kíséretében ezt a dalt. Ugye a számnak a cím az, hogy Szemben az árral. Ezt úgy kell érteni, hogy a világgal szemben, tehát a keresztények mennek szemben az árral, vagy milyen értelmezés van? Olyasmi, tehát itt konkrétan a keresztény értékeket állítja szembe az egyre inkább hát nagyon keresztény, dogmatikus, szóval elvilágiasodó, de egyébként, tehát mondjuk azt, hogy a bűnt és a keresztény értékeket állítja szembe, és úgy azt sugalva, hogy a maga az ár az a bűn, és azzal szembe úszik az, aki a keresztény értékek szerint próbál élni. Ezt próbálja meg megragadni a szövegbe. Egyébként nagyon igényes szövegről van szó, szóval erre megint szeretném felhívni a figyelmet. Így van, igen, és egyébként én ismerem így a munkásságát, egyébként tényleg tudom ajánlani, mivel nagyon lírikus szövegei vannak, csak ajánlani tudom, hát akkor jöjjön Tibes Szemben az árral című szám. Szemben az árral, úszom szemben az árral, szemben az árral.
úszom szemben az ára, szemben az ára, 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 úszom szemben az ára. Nagyosrom ez, mint a szigetvári. Bármi vár odakint, ki kell állni. Önerőből kell cizellálni. A viharban is lehet tizeljárni. Az úr megváltott áron, brutál a hátországom. Lassan már durvább a kontroll, mint örültek között az árt osztály. Azt hinnéd letör, de nem. A test lehet erőtelen, de megyek előre a szellemmel. Akár egy bálvány kell ledöntenem. Szimplán tolom átlag szedben, mert ő, aki szárnyal bennem. Összhanggal a szája a tedben, mindig csak az ára a szemben. Szemben az ára, úszom szemben az ára. 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 Hát köszönjük szépen, Guszti, közben Szent Király Endre megérkezett a stúdióban, köszöntjük őt is. Guszti, megyünk tovább. Ugye maradunk a keresztény vonalnál. Kicsit mélyebbre elvezünk. Kicsit mélyebbre elvezünk. Neked ugye hoztál 6 dalt, abból 3, sőt, hát 4 tulajdonképpen keresztény dal. Neked miért ennyire fontos ugye a kereszténység? Nyilván fontos, csak én hogy... Én egy keresztény fiatal lévén kifejezetten fontosnak tartom azt, hogy az a zenei, az általam hallgatott zenei irányzatokban is megjelenjen, és ugye a zene az egy nagyon fontos szellemi közvetítő erővel bír. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan zenét hallgasson az ember, ami szeretné, hogy hasonl rá. Ezért aztán én nagyon sok keresztény zenét hallgatok, és egyébként azért is hoztam most keresztény zenéket, mert azt gondolom, hogy ezek nem csak keresztények számára, de keresztények számára meg pláne nagyon hasznos hallgatnivalók, és abszolút tudom őket mindenkinek ajánlani, aki szeretne egy kis szellemi vérfrissítést a zenei tárházába. Most a hip-hopból kicsit átmegyünk a lassabb irányba, ugye Ararat Worship, hogy ők Magyarországon most már eléggé kezdik kinőni magukat. Róluk mit kell tudni? Ez egy viszonylag friss banda egyébként. 4 éves talán? 3-4-5 éves, igen. Most pontosan nem emlékszem. A lényeg az, hogy ők abszolút keresztény dicséreteket írnak és adnak elő. Egyébként, ha az eddigieknél a szöveg az egy hangsúlyos elem volt, itt ez hatványozottan igaz, gyönyörű bibliai képekkel operálnak, és nagyon szép, és nagyon személyes, őszinte dalokkal inspirálnak másokat is arra, hogy Istent dicsérjék. Szóval én abszolút azt gondolom, hogy érdemes hallgatni őket, követni a munkásságukat, mert mind a korosabb keresztényeknek, mind az egészen fiataloknak nagyon sok új üzenetet tud tartogatni az ő zenéjük. És melyik szám, amit hoztál, és miért ezt választottad? Reménységem című dalukat hoztam, azért ezt, mert egyrészt ez a legújabb albumunknak az első beharangozó dala volt, ez került ki a nyilvánosságba talán először, és ez a dal, ez nagyon sok embernek nyújtott segítséget a környezetemben is, de úgy általában is a keresztény gyülekezetünkön belül, ugye én a hídgyülekezet tagja vagyok, tehát ott a gyülekezetemben nagyon sok embernek nyújtott személyesen is segítséget és támogatást ez a dal, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki rossz élethelyzetbe került, vagy valamilyen módon megakadt az élete, annak ez egy nagyon jó dal, ami azt üzeni, hogy Isten ott van és támogatja, szereti. Igen, még mielőtt meghallgatnánk az alt, azt én is elmondanám, hogy egyébként én ezt a számot, ez volt az egyik első szám, amit itt Amerikában most megtanultam. Amint megvettem a gitárt, ez volt az első. Hát akkor hallgassuk is meg az Ararat Worship-től a Reménységem című számot. Te Uram, aki égboltot és földet formáltál, Te Uram,
megváltottál. Te jöttél, s a magasba fölemeltél. Reménységem és örömöm Jézus benned van. Üdvösségem s mindenem Jézus benned van. Te Uram, ezt a széttört gyöngyöd a szívemet megláttad. Köszönöm, köszönjük szépen. Tényleg tudom ajánlani az Ararat Worshipnek az összes számát, mivel összes nagyon, nagyon jó és szíves szóló. Elképesztően igényes egyébként az a zene, amit összeraknak hozzá, tehát nagyon, nagyon magas színvonalon zenésítik meg ezeket a verseket. Meg hát ugye ismerjük őket, az énekeseket, gitárosokat személyesen is, és tényleg mindenki egy nagyon profi zenész. Viszont a dalok szárnyában már csak egyetlen egy szám fér bele. Melyik lesz ez? Minden egyes dalnál kiemeltem a szöveget. Azonban van egy, és ez most következik, amelyik szerintem egyébként a szerzőnek is pályája csúcsa, de egyébként emellett ezek közül a dalok közül is talán a legjobb.
legmagasabb színvonalú szöveggel rendelkezik, ez pedig Pajor Tamástól a Te mesterséges ember. Ez a dal, ez tulajdonképpen egy zenébe foglalt vers, és azok közül is a kifejezetten magas színvonalúak közé. Igen, tartozik. De ugye Pajor Tamásnak ugye ez nagyon jellegzetesség egyébként, hogy verssel megzenésítve, és ugye ez is egy keresztény indítatású Isten szóló, így van, Istenről szóló. Viszont egészen máshonnan közelíti meg ezt. Ebbe a konkrét dalban az emberi életnek a gyarlóságait foglalja össze, és ebből vezeti le azt, hogy az embernek mégiscsak Jézusra van ahhoz szüksége, hogy ki tudjon törni azokból a mókuskerekekből, és azokból a teljesen bagatell hétköznapi problémákból, amik végül is megbékjózzák az embert. Na hát akkor hallgassuk is meg, és Guszti, köszönjük szépen, hogy elvállaltad, hogy ekkorát utazol, hogy eljöttél egy ilyen műsorért megérte. Örülünk neki, hogy itt vagy, hallgassuk is meg akkor. Én is, Gusztáv, köszönöm szépen, hogy eljöttél ide a stúdióba, sok szerencsét kívánok neked, és érezd jól magad itt Clevelandbe. Reméljük, hogy fel fogsz töltődni, és jó élményekről tudsz itt beszámolni, hogy érezted magad itt a clevelandi magyaroknál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mivel az idő elhaladt, ezért most az ID-t tesszük, és utána következik a dal. WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja. Szilveszteri szélvész töri, a gázon még az árvízkori félkész pöri. Jó lenne felolvasztani, és többé nem elveszteni mindazt, ami fontos újra elkezdeni. A híreket nézed, az ebéd megül, a műsor szándéka mögül egy mogul árnyéka vetül. A képen egy hadúr fenyeget vadul, hol is van Kabul? Ez a zóna hol terül el? És ki ez a gyilkos bolterier? Beremeg alatta a komód, ahogy üvölt bika mód, de te otthon magad meg nem adod. Sőt adod magad, ez az ön részed, mert a költészet verbális törkészlet. A lélek ki az égre fölnézett, és a földrészeken átfürkészett természet más, mint a neten böngészett porfészek. De mit tehet az ember, hogyha nem mer? Ha nem tud bánni igennel és nemmel, ha arcára redőt az em kevés, 50 év Pesten ez nem kevés, szenvedés. De a nem engedés is több, mint a nem tevés. Ez az ingetlen, bünkatlan és irdatlan, méltatlan az óra bére, elered az óra vére. A HR-es, ha rákeres, vajon infót róla kére? Hóba, hébe, jó hat éve, mindezek okán. Nyúlt a pohár után, tropán, bután. És jött a sok torkán, gurulópia folytán, urológia. Jó, hogy van hozzá gurulófia, mert itt kevés a puszta. Te mesterséges ember, hív az emberséges mester. Nem kell félni, nem kell, itt az élet kezd el. Te mesterséges ember, hív az emberséges mester. Nem kell félni, nem kell, itt az élet kezd el. Ez a madárcsi pergés, gyanúsan halkul a madárcsi csergés. A hajna földerül, a nagy szaj, ha földre ül, ha a jel fölkerül, a szembe könyvegyül, és végül egy könyv lesz könyvedül. Mert Babilon nem csak papíron van, a horog már a domilon.
és rajta a nép a napi gondban. Ez a máig ható adósság, amit kutat az adóhatóság, és a benne lakó tahóság, sajnos ez a fakó valóság. Az ember ilyenkor koncentrikus pörög, befelé néz, mint a koncentrikus körök. Dohog, dörög, kocog, ticog, ticog, kopog, köhög. A férfi, akit a nő ver, mert a kis ujjában minden manőver. Arcán mindig több lesz egy redővel, mert neje túlzottan karizmatikus, vagy inkább mondjuk ki mariska típus, amolyan drasztikus butus kalibus. Ráadásul idegennel csetel, üzenetet csatol, a falon menemenetekkel nyila belehatol. Az ember nem lehet megszállott, szexszállott, viszket mint kiérzi az üvegszállat. És név nélkül százakat vegzálhat, hisz egyszer csak megszárad, de van róla ábra, és kell, hogy lássa, mert benne a rajz mása, majd felszárnyal, ha eljön a pillangók rajzás. Rajzás. Te mesterség és ember, hív az emberség és mester, nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Te mesterség és ember, hív az emberség és mester, nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Te mesterség és ember, hív az emberség és mester, nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Te mesterség és ember, hív az emberség és mester, nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Te mesterség és ember, hív az emberség és mester, nem kell félned, nem kell, itt az élet kezd el. Sok szeretettel köszöntöm dr. Szent Király Endrét, az Egyesült Magyar Egyletek elnökét. Endrét azért hívtuk meg a stúdióba, mert múlt héten volt az Egyesült Magyar Egyleteknek évzáró évnyitó közgyűlése, és emellett még szeretnénk többet kérdezni a clevelandi magyarságról. Szervusz, Endre! Szeretettel üdvözlöm a Bocskai Rádió hallgatóságit, gát és nézőit, és Áron, köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Egy érdekes információhoz jutottam a múlt héten hozzá, illetve ezelőtt vasárnap itt voltak Áronnak a rokonai Dabasról, és eldöntötték, hogy miután hazamennek Clevelandből, egy előadást fognak otthon tartani a clevelandi magyarságról, és lehet, hogy még ez a beszélgetés lesz az egyik alapja is annak, hogy ők tudjanak többet beszélgetni, még lehet, hogy be is fognak ebből az interjúból vágni is információkat. Épp ezért szeretném, Endre, hogy egy nagyon röviden foglalt össze a clevelandi magyarságot. Miből áll, miért van szükség egy ernyőszervezetre, aminek vagy te a vezetője, és kik tartoznak úgy nagyjából alá? Persze, szeretettel. A clevelandi magyarság az egy nagyon változatos és régi közösség, szóval már a 19. században már létezett. 1902-ben, 120 évvel ezelőtt állítottunk, nem én, de a elődeink a Kossuthnak szobrot. Több hullámból, bevándorlókból áll, ugye voltak a szabadságharc utániak a kisebb számban, aztán a 19. század végén aki a monarchiából menekült, főleg gazdasági menekültek, akik felépítették Cleveland templomait. Utána jött a második világháború menekültjei, a DP, a Displaced Person, ami főleg a felső réteg ország vezetőségéből állt, értelmiségiek. Ők alapozták meg a Cleveland, vagyis toltak egy nagyot a kulturális életen, azaz a magyar iskolát, cserkészetet, ilyeneket alapítottak, a magyar társaságot. Utána ezt megerősítette az 56-os hullám, menekült hullám,
akik főleg fiatalok voltak, és akkor a 70-es, 80-as években úgy szivárogtak a gazdasági menekültek, és akkor 1990 után jött egy újabb értelmiségi hullám, aki szintén hozzáadott a kulturális életnek. 8 magyar egyház, 15 magyar civil szervezet van, és az Ernyő szervezetre igazából válaszolván a kérdésre, nincs szükség abból a szempontból, hogy nem ott folyik a munka. Az igazi fontos munka az hétről hétre az egyházaknál, vasárnapi istentiszteletek misén, hétfő, vasárnap és péntek estéken a magyar iskolában az önkéntes szülők tanítanak este, a cserkészet, regős, aztán a múzeumnak a helyisége a belvárosban, a Magyar Társaság rendez konferenciát, a Development Panel pályázatokat ad, Észak-Kelet-Ohio-i Magyar Kultúrközpontnak van egy gyönyörű piknik helyisége. Szóval összejönnek a magyarok Clevelandben, és fenntartják a magyar hagyományokat, akárhonnan is jönnek, avagy akár hanyadik generáció, mert gyakran beolvad a bevándorló hullám, de itt Clevelandben a közösség miatt szerintem a második és harmadik generációban is lehet is, és érdemes is megtartani a nyelvet és a kultúrát. Igaz, hogy aki unoka, az egy kicsit gyengébben beszél, mint aki tegnap előtt jött, de azért tudják a konyhanyelvet, és élik a hagyományokat. Mondtad, hogy nincs szükség az Egyesült Magyar Egyletekre, de éppen azért találták ki ezelőtt 120 évvel, ha jól emlékszem, mert olyan feladatokban néha vágott a clevelandi magyar közösség, amihez nagyon össze kellett hangolni a szervezeteknek, ezeknek a szervezeteknek a működését. Ha erről mondasz egy pár szót, és hogy ma mi a tevékenysége az Egyesült Magyar Egyleteknek? Persze, több, ugye úgy kezdődött, hogy a Kossuth szoborra összehozni az adományokat, amik hozzá kell tennem, hogy 1902-ben áprilistól szeptemberig összegyűjtötték a pénzt, ez még az internet és telefon előtt, nem telefon előtt, de a repülés előtt összegyűjtötték a pénzt, és felállították a szobrot. Aztán később ez változott, és lett belőle igazából március, a nemzeti ünnepeket megtartjuk. Március 15-i megemlékezés, október 23-ai megemlékezés. Aztán ahogy történik az asszimiláció, és néhány szervezet megszünteti működését, akkor átvettük például az MHBK helyi csoporttól a Hősök napi megemlékezést, és szóval egy fogyó község vagyunk, közösség, de ugyanakkor gyarapodó. Szóval van olyan egyesület, ami megszűnt, de van olyan, ami újonnan jön, és hozzáadja az energiáját, a munkáját a közösséghez. Az elnökséged alatt történt meg először az, hogy úgymond az EME-nek a tevékenysége bővült, amit említettél többek között a Hősök napi ünnepség, illetve most nem olyan rég indult el a Kossuth ünnepnek a megtartása, Kossuth napokat tartunk. Ez nem is volt előbb, ha jól tudom, ez egy új kezdeményezés. Ezt neked köszönhetjük, hogy ezt felkaroltad, és az EME viszi. Reméljük, hogy az utánad következő elnökségek is ugyanúgy látják ennek a fontosságát, és tovább is fogják ezt vinni. Igen, ezt igazából nem én viszem, ezt a Fazekas Robinak az ötlete volt, és ő a fő kezdeményező, ő és a Mihály Ernő. Így van. Most érjünk át a 2022-es esztendőre. Ez egy nagyon érdekes esztendő volt. Úgy valahogy már túl vagyunk a Covidon, de még mindig itt van, úgy köztünk legalábbis a tudatunkba, és ez nagyon meghatározta a clevelandi magyarságot az elmúlt évben. Kérlek szépen, hogy akkor erről beszéljél. Most a kedves hallgatóknak be fogom kapcsolni a Endrének a slideshow-it, már nem is tudom, hogy kell ezt magyarul mondani. Diavetítés helyesebben. Diavetítését, és hogy könnyebb legyen megérteni ezt az összefoglalót. Endre, kérlek szépen, akkor vedd át, és beszélj a múlt évről. Persze. A közgyűlésünkről a múlt év egy sikeres év volt. A jelszó az igazából
az egész elnyő szervezetnek és mindannyiunk számára a megértés és az együttműködés. Mert ugye különbözőek vagyunk, különböző korosztályok, különböző vallási felekezetek, különböző bevándorlási hullámokból, különböző politikai nézetekből, de ami összeköt bennünket, az az, hogy clevelandi magyarok vagyunk. Idén azt a hangsúlyt választottuk, hogy ugrás előtt körbenézni, azaz nézzük meg az Egyesült Magyar Egyletek naptárát, mielőtt tervezünk egy eseményt. Gyakran előfordult az múltban, hogy egy hétvégén több esemény volt, ami nem baj abból a szempontból, hogy más-más közönség jön össze, de igyekszünk egymással figyelemmel lenni. Kezdjük azzal, hogy március 15-i műsor. Ugye itt látszik egy plakát, ami nemzeti színekben. A műsorban volt egy ökumenikus kórus, egy ünnepi köszöntés, nyilván két Petőfi Sándor vers, két különböző magyar iskolának a szereplése, népdalcsopor, csokor, az ünnepi beszédet ifjú Vajtai István mondta, aki a Külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek az alelnöke, himnusszal zártuk. A képernyőn látszik az ökumenikus kórus, ahhoz profi zenészeket, köszönjük Zsolt, hogy segítettél ezeknek a megjelentetésével. Aztán a közönség elég számos volt a Szent Imre alagsorában, a dísztermében tartottuk, megtelt az egész terem, én úgy satszolnám, hogy 200 körül lehettünk, vagy többen. Több magyar iskola szerepelt, a cserkészek gyönyörűen énekeltek, a tiszteletbeli konzulunk, dr. Krasznai Csaba kapott egy díjat, és hát az ünnepi beszéd pedig nagyon jó volt. Aki nem volt ott, vagy elment korán, az egy elég sokat mulasztott. És a Szent Imre hölgyek pedig egy nagyon aranyos kis útravalót csomagoltak nekünk. Ez még ilyen majdnem covidos csomagok, hogy ne kelljen a közösbe belenyúlni, hanem mindegyik egyénileg be volt csomagolva. Aztán eljött a május. Május végén az amerikaiak és a magyarok ugyanazon a hétvégén tartják a Hősök napját, és erre tartottunk egy megemlékezést a Sunset Memorial Gardens temetőbe, ahol nagyon sok magyar síkő van, és a magyar háborús emlékmű van. A washingtoni nagykövetségről jött Erdész Viktor százados, aki ünnepi beszédet mondott magyarul, és egy főtörzsőrmester jött az Ohio National Guard-tól, aki angolul mondta a beszédet. Aztán, ha már itt volt az Erdész Viktor százados úr, akkor körbevittük az amerikai tengeralatti járót, megmutattuk neki, ami ott a Lake Erie partján ott üldögél, a második világháborús. Meg a Magyar Múzeumban elmentünk a belvárosban, nagyon tetszett neki. Aztán egy nagy esemény volt Krasznai Csaba tiszteletbeli konzul kinevezése és beiktatása. Eljött Takács Szabolcs nagykövet úr erre az eseményre, ezen is több mint 100-an ott voltunk, és ez egy nagyon szívhez szóló ünnepség volt, ugyanis néhai Böjtös László 33 évig töltötte be ezt a tisztséget, és ez most akkor Krasznai Csaba tölti be. Másnap pedig elmentünk, ha már itt volt a nagykövet úr, akkor elmentünk a Cleveland State Egyetemre, ahol a tanszékvezetővel, a dékánnal és az elnöknek a kabinetfőnökével beszélgettünk. Egy nagyon eredményes tárgyalás volt, ugyanis Cleveland State Egyetemen folyik a magyar oktatás a magyar kormány jóvoltából, ezt köszöntük meg. És egy sikeres együttműködés van dr. Fehér Krisztina által. Nagy ünnep volt szeptemberben a 120. évfordulója a clevelandi Kossuth szobornak, amely talpazata alatt 64 magyar vármegyéből van egy-egy kiló föld. Angolul mondott ünnepi beszédet John Grabowski, aki a Case Egyetemnek a professzora és a helyi clevelandi történelmi társulatnak a munkatársa, aki nagyobb kontextusba helyezte a clevelandi magyarságot a helyi szlovák, cseh, német, lengyel bevándorlókkal együtt. Aztán
elhangzott Kossuth Lajos Clevelandben hangzott beszéde, amit 1852-ben mondott, László Markó mondta el angolul, mert Kossuth angolul beszélt, amikor Clevelandbe járt 1852-ben. Aztán az egyik más, vagyis az egyik 48-as veterán, aki még 1902-ben itt volt, Deininger Anton, ő volt az egyik a hat magyar honvédnak, aki leleplezte a Kossuth szobrot 1902-ben. Hát az ő ők unokája is itt volt, Kevin, aki szintén mondott egy rövid beszédet a családi háttérről. A regős csoport táncolt, és a díszvendégünk pedig Hollós Máté volt, aki a szobrásznak a dédunokája, és ő is elmesélte nekünk, hogy a családban milyen, hogy szerepelt ez a clevelandi Kossuth szobor, nagyon örült, hogy eljöhetett közénk. Készült is egy csoportkép augusztusi melegben, vagy szeptemberi forró nyár végén. Aztán volt egy bankett, ami szintén nagyon ünnepélyes volt. Következő esemény volt két héttel később, szeptember 27-én jött Novák Katalin Magyarország köztársasági elnöke. Ez is egy nagy dolog, nagy szám, mert igazából, ha visszagondolunk 1991-re, meg 2011-be, igazából csak 10-20 évente jön Clevelandbe egy magyar államfő. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy itt volt az elnökasszony. Külön akart találkozni a cserkészekkel, a cserkész regős csoport gyönyörű táncot adott elő neki, csak úgy a hangulatot annyira felpörgették az eseményen. Nagyon szép beszédet mondott, itt is tele volt a Szent Imre díszterme, körbe rajongták az elnökasszonyt, volt alkalom találkozni vele, és nagy csoportkép készült. Aztán mozgalmas, ezek mind csak a nagyobb események, rengeteg kisebb esemény is van Clevelandben, én csak az Egyesült Magyar Egyletek által szervezett vagy sponzorált eseményekről beszélek. Van egy dokumentum filmfesztivál Chagrin Falls-ba, ez egy külváros, amikről fél órára van Clevelandtől. Minden évben, ez most már a 10. év, hogy minden év október elején egy magyar filmet, dokumentumfilmet vetítenek. Most épp Nincs parancs, valóságfilm a Vasfüggöny végnapjairól, nagyon jó volt. Aztán eljött október 23, ahol szintén tartottunk megemlékezést, kint is, bent is, azaz az emlékműnél és az egyik egyháznál. Kint mondott beszédet angolul dr. Szemerkényi Réka, volt washingtoni nagykövet. Ott is készült egy csoportkép, megkoszorúztuk az 56-os emlékművet. Aztán volt egy program, amelyben nyilván énekszó, versek, magyar iskolák, cserkész csapat, kórus mind szerepeltek. A Kolumbuszból jöttek fel teológusok, kórus, aranyosan szerepeltek a gyerekek, a magyar iskolai gyerekek, a cserkészek is énekeltek újból, Szemerkényi Réka mondta az ünnepi beszédet, és ott megszámoltam, ott körülbelül 200-an voltunk nagy vonalokban. És ezt rég kellett volna, de végre beiktattuk, hogy csináltunk egy fényképet az 56-os olyanokról, akik 1956-ban magyar földön tartózkodtak. Úgyhogy sajnos egyre fogy a létszámuk, de jó kedve itt voltak, és örülünk, hogy személyesen is tudtak mesélni róla. Aztán több templomnak volt évfordulója, az első magyar református templomnak a 103. plusz 1, az plusz 1 az azért, mert elmaradt a Covid miatt, a Loréni templomnak a 120. évfordulója volt, és hát persze mindig szeretem hangsúlyozni, hogy nézzük meg a naptárt a hungariancleveland.org honlapon, mielőtt tervezünk egy eseményt. Aztán az egyetemen is szépen folyik a munka, van online magyar nyelvoktatás is, a belvárosunkban élő magyar oktatás is, több, most már 6 magyar óra van, ha jól számolom, itt nem jól számolom, mert nem vagyok matematikus, én irodalmár vagyok sajnos, de több magyar óra van, a tanszéknak van egy aranyos könyvtára, úgyhogy szépen alakul az a program is, több konferenciát rendeztek, egy magyar fesztivált is az egyetem számára,
úgyhogy zenével, meg regős csoport közreműködésével, meg előadásokkal. Aztán a Konkurencia Rádió óra is őrségváltás volt a Hungarian Radio Hour, amit a Cleveland State Egyetem tart, úgyhogy a Mahovlich Walt és a Pap Taylor Erzsébet rendezik szombatonként, úgyhogy aki nem elég a Bocskai Rádió, az máskor is hallgathat magyar zenét. A Balaton vendéglőről hallottunk egy kis hírt, ugye új helyiséget fognak nyitni, most már majdnem készen vannak nem sokára, szerintem még csak az egészségügyi ellenőrzésre várnak, de ez Bainbridge-be van. Nincs messzebb majdnem mindenki számára, mint a Shaker Square-i helyiség, mert gyors úton megy az ember ott, úgyhogy a nyugati oldalról fél óra alatt az ember ott van, keleti oldalról még közelebb. Az új címe 8564 East Washington Street, Bainbridge-ben. Aztán hallottunk a közgyűlésen a KCP ösztöndíjasokról, akik, ugye köszönjük Áron, hogy itt vagy, a magyar kormány jóvoltából 4-et kaptunk Clevelandben, Pásztor Orsi a cserkészeknek segít, Áron itt van a Bocskai Rádióban, a Máté Zsolt az első magyar református egyháznál, és Bíró Gergő pedig az Egyesült Magyar Egyleteknél, de az igazság az, hogy mind a négy nagyon jól együttműködnek, egymás segítik, és mindegyik szervezetnél besegítenek, megjelennek. Nagyon értékeljük a jelenlétüket. Úgyhogy az Egyesült Magyar Egyletek vezetősége nevében én köszönöm ezt a lehetőséget, és köszönöm mind a magyar szervezeteknek a sok munkájukat, amiket 2022-ben kifejtettek. Sikeres év volt, összejöttünk, ettünk, ittunk, társalogtunk, hagyományt őriztünk, és ébren tartottuk a magyar kultúrát Clevelandben. Megértéssel és együttműködéssel, mert az, ami összetart bennünket. Köszönöm szépen a rövid összefoglalót, Endre. Még egy pár kérdésem lenne, mivel ha jól tudom, az Egyesült Magyar Egyletek alapszabályzata szerint még csak egy évet lehetsz elnök. Milyen célkitűzésed van, mit szeretnél elérni, megvalósítani ebbe az utolsó egy esztendőben még? Mi az álmod? Hogy szeretnél letenni a lantot? Persze, én arra vagyok legbüszkébb, hogy a szervezeti vezetők és a lelkipásztorok, hogy azt tartom a munkámnak, és azt tartom az eredménynek, hogy az együttműködés serkentsük. Úgyhogy minél békességesebben, körültekintőbben beszélgessenek, kommunikáljanak, ez a fő célom, és pedig mégpedig ugyanaz, hogy továbbra is nézzék egymás naptárait, nézzék a közös naptárt, ne tervezzünk egymásra más programot, és ez úgy lassan az évek folyamán sikerül elérni, ez mindig egy folyamat. Az a fő célom, hogy a szervezetek és egyházak közti együttműködést serkentsem. Hát idáig azt mondom, elég jó sikerült az elmúlt évek alatt, remélem ebbe az évzáró utolsó évedbe, úgymond, amíg elnök lehetsz, ezt ugyanígy meg fog történni, és addig lehet meg is szokja a közösség, hogy így is legyen. Remélem, hogy ez így lesz. Kérlek szépen, beszélj egy kicsit most erről az egy évről, erről a négy ünnepségről, amit számítotok megszervezni. Mikor lesz, főleg most a március 15, az nagyon közel van, arról, ha egy pár szót mondanám meg, amit tudsz előre egész a többiekről. Persze, a március 15-i megemlékezés kétféleképpen lesz. 15-én este 5-kor a belvárosi Clevelandi Főkönyvtárnak a második emeletén, a régi épületének a második emeletén, ott ül Petőfi Sándor szobra, vagyis Mell szobra. Őt meg fogjuk koszorúzni délután 5-kor, március 15-én. Arra mindenkit szeretettel várunk. Egy gyönyörű márvány Mell szobor. Amúgy egyébként a Clevelandi belvárosi főkönyvtárnak kb. 12 000 vagy 14 000 magyar könyv ül a polcán, és minden évben legalább 20-30-at újat vásárolnak. Nagyon komoly gyűjteményük van. Aztán azt elkövetkezendő vasárnapon, március 19-én, pedig délután 2-kor lesz az első magyar református templom Bethlen
termében a megemlékezésünk, amelyre a díszvendégünk dr. Szilágyi Péter lesz, aki a Nemzetpolitikai Államtitkárságon helyettes államtitkár, igen. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ő is közénk el tud jönni. Hősök napi megemlékezés a temetőben a Memorial Day vasárnapján, ez május utolsó vasárnapja, az is délután, ha jól emlékszem, 2 körül. Lesz egy rövid műsor, az Ohio National Guard és a washingtoni nagykövetség közreműködésével. Az egy katonai esemény, mindenki szeretettel várunk, de főleg a hősökről emlékezünk meg, az nem egy politikai megemlékezés, ott csak katonák szólnak, vagy katonatisztek. És aztán augusztus 20-án, ugye ez nem a mi szervezésünkben, ez a Szent Imre rendezi a augusztus 20-ai pikniket, és szeptemberben valamikor még nem vagyunk biztos a pontos dátumban a Kossuth napra, de mindenféleképpen október 22-én lesz a 1956-os megemlékezés, amelyre már megvan az ünnepi szónok, egy clevelandi lány, aki fiatal korában elkerült, torontói tévének dolgozott sokáig, édesapja alapította a clevelandi magyar iskolát 1958-ban, történész, és a kanadai-amerikai magyarság, a Kék Újságnak a kiadója és főszerkesztője, dr. Papp Zsuzsa lesz az ünnepi szónokunk. Nagyszerű. Hát örülök, hogy elvállalta, és el fog jönni ide-vissza közénk, hogy a kapcsolatot újra a fiatalabbakkal is felvegye. Még valami más szeretnél megosztani a clevelandi magyarsággal? Valami van-e a szíveden, amit úgy meg szeretnél osztani velünk? Persze, csak annyit, hogy továbbra is beszéljenek otthon magyarul, járassák a gyerekeket magyar templomba, magyar iskolákba, cserkészetre, őrizzék hagyományokat, ápolják hagyományaikat, és működjenek másokkal együtt. Ami abból áll valamikor, hogy az embernek a saját érdekeit egy kicsit le kell nyelni, hogy a másikkal együtt működjön, de csak így tud egy közösség komoly eredményeket elérni, hogyha egymással kézenfogva, együttműködve végezzük a munkát. Ehhez kívánok további sok sikert. Ez egy nagyon szép végszó, Endre. Nagyon szépen köszönjük a munkádat a clevelandi magyarság nevében is, de úgy, mint a Bocskai Rádiónak a vezetőjeként, én annak is hálás vagyok, hogy a rádióval nagyon jól össze tudott dolgozni az eme vezetősége. Így máskülönben annyira szívmelegítő volt, mikor ezeket a slideshow-kat, ezeket a diavetítéseket mutattad, hogy legtöbb a mi weboldalunkról származik. Hogy köszönöm utólagosan is az engedélyt. Hát az meg van engedve, ilyesmire nyugodtan lehet használni, hogy úgy érzem, hogy mi is teljesítettük, amit kell teljesítsünk, a sajtó oldalát ez sikerült véghez vinni, és az a sok ünnepi, amiről beszéltél, a legtöbb teljes egészében megtalálható a Bocska Rádió oldalán. Endre, kívánok sok sikert ebben az évben is, és reméljük, hogy tényleg a jövő év ilyenkor, mikor jössz, hogy tényleg a mérleget megnézzük, hogy mi volt az elnökséged alatt, akkor tényleg egy nagyon sikeres év legyen ez a 23-as is, és ahogy a többiek is voltak. Most egy zenével fogjuk folytatni nem sokára, mert Endrét nem engedjük el a következő 25 percbe is itt tartjuk, mert a vendégeinket kérjük ezentúl, hogy a kedvenc zenéket osszák meg velünk. Ha az egyik zenét felvezetnéd, akkor azzal a zenével folytatnánk, hogy sporoljuk az idővel. Persze. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és most fontos hangsúlyozni, hogy én most nem az Egyesült Magyar Egyletek elnökeként vagyok itt, hanem most leveszem ezt a kalapot, és most Szent Király Endre személyesen a saját zenei ízléseimet szeretném bemutatni, vagyis kértél fel, hogy mutassak be. Ez az egyik, a következő szám az egyik első magyar zenei emlékem közé tartozik, ugyanis ilyen 4-5-6 éves koromban hallhattam. Édesapámnak, szüleimnek nagyon komoly lemezgyűjteményük volt és van. Szerették a klasszikus zenét, és
emlékszem, hogy néztem a lemeznek a borítóját, amelyben egy ilyen hosszú hajú férfi hátrakötött kézzel állt valamilyen négy oszlopos bástya tetején, élénk színekkel, és hát valami Erkel Ferenc volt a tetejére írva. Hát megtaláltam ezt az éneket erről a lemezről. Ez a felvonás, ez épp 1969-ben készült, amikor én születtem. Ez pedig a híres operából a meghalt, a cselszövő. Szót most átadom Erdély Áron kollégámnak, hogy a zenei részt, az Önök Érték című dűnsorunkat vezesse le Erdélyvel. Köszönöm szépen a szót. Ez, ugye ez egy nagyon híres darab. Mi volt az első érzésed, amikor ezt meghallottad? Csak tetszett a zene, tetszett a dallama, úgyhogy ennyi. Én szeretem a klasszikus zenét, szeretem a modern zenét, a rock zenét, a népzenét, mindenfélét, és hát ez csak az egyik első emlékem volt, hogy ezt édesapámnak küldöm ki Szent Király Ödönt számára. De akkor mondhatni azt, hogy te így zenéleg minden fogyasztó vagy, mindent. Többnyire? Minden. Igen, igen. Egyikhez se értek, mindegyiket élvezem. Mi a következő, amit A következő neki? Az épp a népzene. A Gyímes az együttes neve, ezek felvidéki srácok, akik épp erdélyi tánc zenét játszanak, a Kőr is Pataki. Úgyhogy ez igazából tükrözi a clevelandi magyarságot is, hogy ilyen összevont magyarság. Volt, aki Debrecenből jött, volt, aki Győrből, volt, aki Budapestről, volt, aki Erdélyből, volt, aki Vajdaságról, de itt Clevelandben folytatjuk a hagyományainkat. Ez a szám, ez épp elkapta a figyelmemet, nem is tudom mikor, tehát 20-30 éve, és csak azóta is az egyik kedvenc dalaim közé tartozik. Ez Kőr is Pataki tánczene a Gyímes együttestől. Na hát akkor hallgassuk is meg. Thank you.
Hát ez egy nagyon színes dal volt. Mi a következő, amit hoztál nekünk? Gyerekkoromban voltak ilyen lemezek, amit ugye a 70-es, 80-as években jöttek Magyarországról. A Fonográf együttes és Koncsuzsa, ezek voltak a, úgy ilyen, nagyban hallgattuk, hogy hú, ezt játsszák Budapesten ma, milyen klassz. És nem csak az a klasszikus zene, amit szüleim játszottak. Úgyhogy valahogy ez a szám is szívemhez nőtt, szerintem főleg a dallam miatt, egy ilyen érzelgős, finom zene, az első villamos. Még most meghallgatnánk, amúgy gyerekkoratokban nektek milyen képetek volt egyébként Budapest vagy Magyarországon, milyen zenéket hallgatnak? Nem voltunk biztosak. Bennünket egy ilyen inkubátorban neveltek, hogy egy ilyen majdnem, hogy mesterséges magyar környezet, a magyarságból a legjobb részeket, szóval a legszebb részét, a történelmet, a irodalmat, zeneileg, cserkészeten csak népzenét használtunk, annyira nem volt a mindennapokkal kapcsolatunk, abban az időben szüleim alig jártak Magyarországra, és a Clevelandi magyarságból volt, aki járt, de elég sokan politikai okokból nem voltak hajlandóak, vagy féltek. Úgyhogy ami úgy kiszivárgott, azt itt-ott hallottuk. Na, érdekes. Hát akkor hallgassuk is meg ezt a következő számot. Már csak néhány csillag él, újságpapírt hord a szél. Felébred az állomás, és vár, újra vár. Dülöngél egy nagy kabát, álmosan néz rá a lány. Szemében még különös álma jár. Az első villamos már elindult felé, csilingel, amerre jár. Az első villamosra vár a napsugár. Éjszaka, égen, földön folyt a tánc, a korlát láncainak dől a csillagász. Az első villamos már köszönjük szépen ezt a dalt. Kicsit váltunk a műfajokban. Mi lesz a következő? Hát a következő, Zsolt lelkemre kötötte, hogy csak magyar zenét szabad játszani, és ezzel egyetértek, mert magyar rádióban vagyunk. Viszont olyan fontos tényezője a Clevelandi magyarságnak a két katolikus templom, hogy egy Schubert misének egy részletét szeretnék bemutatni.
Ez ugyanis latinul énekelnek, tehát az értelmes magyarok közül van, aki ért latinul is. Ezt azért választottam, mert a klasszikus zenében, mondjuk a Beethoven 7. és a Szimfónia és a Carmina Burana után az egyik kedvenc klasszikus zenedarabom, úgy érzem, hogy ez a krédóból van, ami igazából minden keresztény felekezetnek megvan az apostoli hitvallás. Szóval ebben a hitvallásnak a közepén van egy rész, ahol arról beszélünk, hogy, vagy azt valljuk, hogy Jézus Krisztus a földre jött, és akkor van keresztre feszítették, és akkor utána feltámadt. Ez egy általános keresztény teológia. De Schubert úgy érzem ebben a részben annyira elkapta zeneileg azt a keresztrefeszítés tényt, és azután a feltámadás tényét zeneileg kifejezve, hogy mindig ez elkapta a szívemet. Úgyhogy lesz egy rövid ilyen bevezető, amelyben az Jézus földre jöveteléről szól, de akkor utána jön a krucifixus, ugye a keresztrefeszítés, és akkor utána a feltámadás. Ez csak egy másfél perces részleg, de nagyon elkapja szerintem a zeneileg a tényeket. Ez. Kedves hallgatóink, az előbb említettem, hogy nagy kanyart teszünk így műfajilag, hát most talán még nagyobbat, mivel a következő dal MC Haver és Teknőtől származik. Melyik lesz ez a szám? Az igazság az, hogy ezt nem árulom el, hogy melyik lesz, a hallgatók rájönnek a szövegéből, mert ugye egyszerű a szöveg. Ez így van. Táncmulatságokra nagyon alkalmas. Ez a feleségem az több helyen nőtt fel, a philadelphiai magyar tanya, a New Brunswick és Kalifornia, aztán Clevelandbe költözött, de a magyar tanyán, Philadelphiában, azt úgy képzeljétek el, hogy van egy nagy medence, gyönyörű hegyoldal, ilyen Dunántúlhoz hasonló vidék, gyönyörű hely, és a gyerekeinket is oda vittük majdnem minden nyáron, ott nyaraltunk, olyan, mint egy magyar falu. Az ember ott lángost eszik, bécsi szeletet, magyar konyha, kapros főzelék, szóval nagy hihetetlen jó élmény volt a gyerekeknek, és akkor néha szombatesténként táncmulatságokat szerveztek, úgyhogy ez a mulatos tánczene, ez is a szívemhez nőtt, és ez is az egyik kedvencem közé tartozik, ami teljesen más, mint az előző Schubert mise, de hát hallgassuk MC Haver és Teknőt. Eladó, kiadó most a szívem, kiadom, hogyha kell te neked.
eladó, kiadó most a szívem, és hozzá kaphatsz egy életet. Eladó, kiadó most a szívem, nem lakik benne már senki sem. Tessék, vidd, átadom olcsó neked, most egy jó szóért megveheted. Kiadó van, mert kicsi kis szívem kiadó ma. Megjárt lesz már sok-sok lélek, lesz is majd több, mint remélek. Csendtől kong most egymagában, kis virág nyílik ablakában. Egy mosoly és néhány szép szó, ennyi most csak rá a foglal. Rég a csend, akik csak benne, úgy kell már egy új lakó. Mert a régi elhitte, hogy ennél jobb is kapható. Azt üzente, visszajönnek, hogyha ez még lakható. De neki ez már több és soha nem lesz kiadó. Eladó, kiadó most a szívem, nem lakik benne rég senki sem. Tessék, vidd, átadom olcsón neked, most egy jó szóért megveheted. Vétel a szeretet kell most 10 000-vel. Ki az, aki kínál többet? Ebből bele is léphet rögtön egyből. Na hát, Endre, hát köszönjük, hogy megteremtetted a, itt a hangulatot. Kár, hogy nincs elég időnk, hogy most meghallgassuk a teljes számot, de hát mennünk kell tovább, mivel szárnyal az idő. Mi a következő, amit egy MC haver után most is egy nagy kanyart veszünk? Hát most is egy nagy kanyart veszünk. Most visszatérünk a népdal gyökerekhez. Vagy hát... dal, notákhoz. Ez az egyik, ez a kedvenc darabom, ez azért, mert ezt a helyi zenészek játsszák. Ugyanis a Harmónia együttes, amelynek a vezetője egy fél magyar, fél horvát, Walt Mahovlich, aztán a cimbalmosa Fedorjuk Alex, azaz Sanyika, és Joska, a szlovák primás. Ez a cimbalom miatt, nem tudom, a dallama mindig is szívemhez nőtt. Ennek a címe In Memoriam Soproni Tendl Pál, ami egy híres cimbalmosról szól.
szárnyunk tovább, mivel időnk az egyre kevesebb, egyre szűkösebb, és már csak kettő darra maradt időnk. De azért fogóckodjon a hallgatóság. Igen, itt, pont ezt akartam itt még nagyobb kanyart fogunk venni. Igen, milyen kanyart? Szóval van egy csoport, aminek az a neve, hogy Belga. Ez négy fiatal magyar srácból áll, 1998-ban kezdték, hát most már nem is olyan fiatalok. Ezek rapperek, és azért érdekes ez a csoport, mert a magyar történelmet dolgozzák fel rappelve. Én komoly művészeknek tartom őket, társadalmi kritikusok is. Van egy nagyon jó számuk, ami a Magyarország szerepe a II. Világháborúban összefoglalja. Van egy másik, ami a kalandozások korát, az a neve, hogy Low Rider, azaz Low. Szóvicceket használnak. Nemzeti hip-hop, az pedig megkritizálja a enyhe társadalmi kritika és öngúny, úgymond. A mostani az pedig Királyok a házban. Ez az Árpádházi királyok, vagy az összes magyar királyon végig futnak a történelmen, nagyon gyorsan, modern szöveggel. Lesz is egy-két olyan rész, ahol lehalkítjuk, hogy a nagymama füle ne égjen. Ez nem illik ilyeneket a rádióban közvetíteni. Annyit kell tudni erről a számról, hogy Magyarországon, aki készül az érettségére, gyakran ezt a rappes verziót hallgatja, hogy bemagolja a történelmi tényeket. Úgyhogy amit kell tudni a rappelés formájáról, hogy ez az amerikai világból jön, hogy az elején van egy ilyen szokás, hogy ki van a házban, azaz ki, milyen híres személyiség vagy rapper van, milyen DJ-k forgatnak éppen, és hát elkezd a szám azzal, hogy végigmennek a különböző csoportokon, hogy ki van a házban, és akkor utána kezdődik Szent István királlyal, és akkor végigmegyünk az utolsó negyedik Károlyig. Úgyhogy hallgassuk Belga együttestől Királyok a házban. A szent turó nemzetség, a tehetséges liliomosok, Zsigmond az oroszlános klánból, az isteni olos család, második kulászló az egyfős sasos, az egyszarúsok, a bátor sárkányfogasok, a nyílal átlős fejű oroszlánosok, a labancosztó koronás sasosok, a atyus família, a kemény szívű szarvasosok, a szőlő mellett kardalát szúrt sisakosok. A sörre kocitok kétfejű sasos szindikátus a házban. Két ifjú rokon, István és Koppány. Az egyik darab okban, a másik meg király. Híres neves törvénykönyvet is érte az eszét. Dúnok a öcsének meg kiszúrata a szemét. Ólom a fülbe, ez forró haver. Ez a szent király, aki a tízezresről figyel. Első László a csodatevő. Kunt kergető, lengyel cselező. Csehes tátverő, orosz győző. Szintészet király, ez mind ő. Fehérváron eltemették, Nagyváradon észrevették. Csoda ez haver, nem esik meg mindenkivel. Nem a lábán ment oda, hidd el. A gömüves, a kelemen, a könyves, meg Kálmán. Tönkretette életét egy furcsa női ármány. Béla sajnos Istvánt nem láthatta. 5 éves volt, mikor Kálmán megvakítatta. Gertrúd merényletnek áldozata lett, amíg András idegenbe kereszténykedett. Aztán tatárjárás muhítsata hirtelen. Negyedik Béla 1235-70. Batukán apukája Dzsingiszkán az meghalt. A Julianus barát meg a magyarokért szaladt. A király és Mária lánya özvegyet 20 évesen. Vallásos aszkéta. Berakták szednek itt a rakéta. 1-3-0-1 és András a pászban. Nincs utód, nincs több Árpád a házban. Állam alapító Szent István a király. Csodatevő Szent László a király. Könyvtár Szakos Kálmán a király. Kővár építő Béla a király. Állam alapító Szent István a király. Csodatevő Szent László a király. Könyvtár Szakos Kálmán a király. Kővár építő Béla a király. Sok is király zárója ebben oligarchák. Uralják az országot, iterek numálnapot. Roberto Carlos jött, nem rogott gól. Ő egy másik Károly, akit a pápa tol. Visegrádi hármas király találkozó. A kápolna ispánság
önálló oklevéladó. Nagy Lajos könnyen legény a gáton, és a toldi desszertnek lenyom sok nápolyt. Magyarország határait három tenger mossa, mégse jött a turista, akkor sem meg most sem. De fél Európa miénk volt, ha nem született minden magyar a legjobb kor. Épül a királyné bár a diós győrben, egy ideig korszerű az összesség törvénye. Tudomány egyeteme épül büszke Pécsnek, 2017-ben lesz épp 650 éves. Kis Károly nem került érettségi tételben, nem futotta neki még ennyire se. Ezt a Jenő a zsigából császárt csinált, a budai nagy parasztok megunták a kapát. Ide jött Albert és itt uralkodott. Ő az első Habsburg. Vágod? Törökört vert vissza a legnagyobb Jani. Falt fel a falafelt, mert elvisz a Hunyadi. Mondta török szülött, török gyereknek. Korán tanították a török fegyelmet. Utolszülött László kap 12 évet. Aztán jött a Mátyás, csak így gyakran félrelépe. Hogy Ebrát Katalin tudta, mi a csízi jó. Para lett volna, ha van televízió. Mátyás 80 ezerért megvette a koronát. Visegrádon őrizte az alaksorban Drakulát. Míg a holos nincsák délre mentek büntetni a muzulmánt. A gyevi bíró kőkemény. Heights from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a Clevelandi magyarok hangja. Mert a következő zenét. Ne, ugyanaz? Már lehúztam egészen. Zsolt, itt az előbb mondtad, hogy valaki azt mondja, hogy a hal nem hús. Nem szereted ezeket a számokat? Az ilyen típusú zenéket? Hát nem erősségem. ez egy más zenei műfaj. Ugye van, aki lenézi a rappet, én tisztelem a művészeti tehetségüket. Más, mint a klasszikus zene, az kétségtelen. Hát most tőled kaptunk mindent. Mindent is. Aztán az utolsó szám az tényleg személyesen a szívemhez közel áll. Ugyanis én 2004 és 2005-ben a családunkkal Budapestre költöztünk, hogy tapasztaljuk az igaz magyar valóságot, nem csak ezt az inkubátor clevelandi magyarságot, amivel felnőttünk. Meg akartuk, hogy a gyerekeink egy évet Magyarországon járjanak iskolába, hogy a olvasást elsajátítsák, beszédhez is egy kicsit erősebb alapot adjunk nekik, és én egy nemzetközi óvodát igazgattam, ahova volt egy magyar részlege is, és a Kolompos együttes jött el oda, és élőben tartottak koncerteket. A Kolompos együttes az abban szempontból érdekes, hogy járják a magyarországi és kárpát-medencei óvodákat, és a gyerekeknek mutatják be a népzenét. Nagyon ügyesek. Aztán a kislányom volt 1 és 2 éves, és akkor mindig altatás közben, amikor nyugös volt, akkor a vállamhoz vettem, és akkor ezzel a számmal táncoltunk együtt, úgyhogy ezt a Pignici Enesének ajánlom ezt a dalt. És ez egyben az utolsó dalod is. Endre, nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtál ide a stúdióba, és reméljük, hogy még máskor is találkozunk eseménybeszámolók, vagy bármivel kapcsolatosan is.
Bocskai Rádió, a Clevelandi magyarok hangja. Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, és ha minden igaz, a vonalban van Strober László kollégám. Szervusz Laci, hallasz minket? Szava Zsolt, igen, gyönyörűen hallak, és üdvözlöm kedves hallgatóinkat és nézőinket. Azért meg kell jegyeznem, már megint lenyúltál egy pár percet az időmből, Így van, így van, a Szentkirályi Endre volt vendégünk az elmúlt percekben, és értem, megteszünk mindent, minden kedvenc zalát, amit előkészített, azt be kellett tegyük. Nem tehettem meg, hogy levegyünk egy másodpercet is belőle. Minden olyan úgy történt, ahogy kérte. Mégis csak ő az elnök, nem? Így van, ő az elnök, ő a főnök. Okay. Megkérdezhetem, hogy miért van hátad mögött adventi koszorú, még a karácsonyi hangulatban vagy? Teljesen tetszik nekem ez a háttér, úgyhogy úgy voltam bele, hogy mivel szép havas hátteret hirtelen nem találtam, úgyhogy akkor maradunk ennél, majd ha egy szép havas tájat elő tudok cserkézni, akkor majd azt beteszem tavaszig. Rendben, rendben van, Laci. Akkor folytassuk adásunkat a közérdekű hirdetésekkel. Ez a mi célunk, hogy a Clevelandi magyarság minél több eseményen vegyen részt, és ezért ezt az adásunk végéről előre hoztuk az elejre, hogy soha ne kelljen ezen túl lecsípjünk belőle semmit. Valami oknál fogva nekem nem nyitja meg ez az oldal, de kérlek szépen kezdjed, hát ha addig nekem sikerülni fog. Oké. Rendben van. Tehát az első mindjárt,
február 5-én a Szent Imre templom farsangi disznótoros ebédet szervez a templom támogatására. Az ebéd a Szent Mise után 3:45-től kezdődik a díszteremben. A menü pedig hagyományos húsleves, gazdagon, disznótoros sülthurka és kolbász, párolt csülkös káposzta és petrezselymes burgonya körítéssel, gondolom. A desszert pedig farsangi hájas tészta, hát ezt nem is lehetne kihagyni, még pedig kávéval. Az eseményre a cserkész regősök táncbemutatóval készülnek, illetve tombola játékra is sor kerül. Részvételi szándékukat vagy elviteli rendeléseket megtehetik február 1-ig Zsula Marikánál a 216-676-5863-as telefonszámon, vagy Mészáros Máriánál a 440-331-0391-es telefonszámon. A második hirdetés így hangzik. A Clevelandi dicsőítő csoport szeretettel hív és vár mindenkit a havonta megrendezett egyházi dicsőítő alkalomra. A soron következő alkalom február 5-én, vasárnap délután 5 órakor lesz az első magyar református egyháznál, amely címe 14530 Alexander Road, Walton Hills, Ohio, 4446 az irányító szám. Az alkalom mottója, gyertek, dicsérjük az Urat. Reméljük, hogy ez alkalommal nem lesz olyan ítéletidő, mint ahogy lett volna januárban. Bár igazából az kellene, hogy az legyen, mert ugye mikor legyen, mikor ne télen, nem szeretném, hogyha a tavaszt agyon csapna egy ilyen hózibataros nap. Na de nézzük a már következő hirdetésünket. A Walton Hills első magyar református egyház ebédet készít elvitelre, a menü pedig rántott hús, káposztás, tészta és almaszósz. Előzetes feliratkozás szükséges. Rendeléseiket megtehetik február 5-éig az fhrcwh@gmail.com e-mail címen, vagy az egyház hivatalánál 440-786-7272-es telefonszámon. Üzeneteket magyarul és angolul is hagyhatnak, mindenkit visszahívnak. A megrendelt ebéd felvehető szombaton, február 11-én 3:30 és 5 között, vagy vasárnap, február 12-én 12:30 és 12:30 között. Úgy látszik, hogy az ételes hirdetések az most mind az enyémek lettek, nehogy esetleg csorogjon a nyálat közben. Hát igen, neked szerencséd, amely otthon vagy, éppen mielőtt beszéltél, gondolom, hogy hát párat faltál, én meg kell várjam, míg hazaérek. Nem ettem, szolidaritás volt a vállalás veled. Oké, köszönöm szépen, hogy együtt akarsz érezni velem. A következő hirdetés így hangzik. Február 7-én este 5-től Barazsi Ákos, magyarországi üzletember és influencer, a Bevétel erősíti a szabály címmel tart előadást az Ohio-i Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamaránál. Ákos a Road Record útnyilvántartó alkalmazás tulajdonosa, amely 90%-os részesedéssel piacvezető Magyarországon. Hasonló alkalmazással a MileageWise-zal az elmúlt évben tört be az amerikai piacra. Ha vállalkozásában használ bármilyen gépkocsit, ez az előadás önnek szól. A részvétel ingyenes, de regisztráció szükséges a limitált 25 férő hely miatt. Regisztrálni a kereskedelmi kamara honlapján lehetséges, a hacc.ohio.org weboldalon, még egyszer, hacc.ohio.org weboldalon. Az idén február 12-én és 19-én kerül sor a rendszeresen előforduló Bocskai Rádió Rádióton adománygyűjtő akciójára. Mindazok, akik szeretnének bennünket támogatni, két vasárnap délután az élőadásunk alatt megtehetik. A Rádióton ideje alatt összegyűjtött támogatás... És folytatom, mert úgy látszik, egy kicsit megszakadt a kapcsolat. A Radioton ideje alatt összegyűjtött támogatás a John Carroll Egyetemnek nyújt segítséget a rádió zökkenőmentes működéséhez. Mint tudják, az egyetem 39 éve ad helyet a Bocskai Rádió adásának, amihez minden évben egyszer szükség van az önök nagylelkű
támogatására. Ne feledjék, tehát február 12-én és 19-én várjuk telefonos felajánlásaikat az élő adás alatt, valamint hétközben a Bocskai Rádió weboldalán számítunk támogatásukra, hiszen ne felejtsék el, a Bocskai Rádió önökért és önöknek szól. És még van egy utolsó hirdetés, az első magyar református egyház családi társasjáték estet szervez. Szeretettel hívnak mindenkit szombaton március 4-én 5 és 7 óra között az egyház Betlen nagy termében megrendezett eseményre. Fánkot és szendvicseket is készítenek. Bővebb információkért hívják az egyház hivatalt a 440-786-7272-es telefonszámon. Hát ezek lettek volna a hirdetések erre a hétre. Ha valamit kihagytunk volna, kérjük a szervezetek és az egyházak vezetőit, hogy küldjék el nekünk, hogy tudjuk betenni a körlevelünkbe, és itt is tudjuk felolvasni a rádióban. Egy dallal folytatom, és remélem az alatt ismét tudom kapcsolni Lacit. Csákányi Lászlótól hallgatjuk meg a Hétre várom a Nemzetinél. Ezt azt akartam mondani, hogy mi is eseményekre legtöbbször hétre megyünk, szóval ez egy jó dal. Mindig a nemzeti előtt várom az édes kicsi nőt, s a hirdetési oszlopot egészen kiolvasom ott, míg várok, s a nő halkan odaoson, gyalogjön vagy villamoson, a lovagjához odalép, egy randevú, de csodaszép. Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigánya zenél, ha nem jön el szívemre kár. De ott lesz ugye már, de sem hogy jön-e már, hisz ránk egy icike, picike, mozikár. Itt ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Pá, Gyuri, mondja Csitri hang, s a fiú így szól, Krisztián. A férfi a nővek karol, egy fészek várja valahol most őket, remegnek a női kacsók, kapuk alatt finom a csók. Mi édesek a randevú, lovagja a fülébe súg. Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Szemben az emke cigánya zenél, ha nem jön el szívem, de kár. De ott lesz ugye már, de sem úgy jön-e már, visz ránk egy icike, picike, mozivár. Itt ezért hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Hétre ma várom a Nemzetinél, ott, ahol a hatos megáll. Technikai problémákat nem tudtuk egészen megoldani, éppen ezért most Áronnal folytatjuk. Kélek szépen a névnaposokat kezdjed addig, én még próbálom itt beállítani a dolgokat. Így van, kedves hallgatóink, ahogy szoktuk, ugye a hirdetések után a szívküldi rovattal kezdjük. Elsőként szeretettel szeretnénk köszönteni a névnaposokat, akik ezen a héten ünnepelték. És sorrendben a következőek voltak. Hétfőn, január 23-án Rajmund Zelma névnapja volt, január 24-én Timót, 25-én Pál, 26-án Paula Vanda, 27-én Angelika, 28-án Karola Károly, 29-én Adél, tehát mai nap Adél névnapon. Isten éltessen minden azon hallgatókat, akik a felsorolt nevek között hallották a nevüket. Barátaink, ismerőseink közül szeretnénk kiemelni Szentkirályi Pált, Léman Pált, Kántor Pált, Bántó Palikát, Márkus Paulát,
Hát Károlyokban azért elég sok van. Fábián Károly, Szélpál Károly, Imecs Károly, Fülöp Károly, Lengyel Károly, Kósa Karcsi, Német Károly, Jókai Károly, a Fönbrungi Hungary ügyvezető igazgatója, és Fehér Adélt. Sok boldog névnapot szeretnénk neki kívánni, és küldünk egy dalt is, ami Somló Tamásnak az Olyan szépek voltunk című számát szeretnénk. Isten éltesse minden névnaposunkat! Felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét, hogyha a szeretteiket, ismerőseiket szeretnék köszönteni születésnapjukon, névnapjukon, házassági évfordulók alkalmával, vagy bármilyen örömteljes ünnepen értesítsenek minket e-mailben, Facebookon, SMS-ben, vagy akár telefonon is hagyhatnak köszöntő üzenetet. A dalt is kiválaszthatják, ha tudják az ünnepeltek kedvenc dalát. Mi nagyon szívesen teszünk eleget az időben beérkező kéréseknek. A múlt héten a Clevelandi Magyar Közösségbe Szüle Róbert, Jánosi Miki,
Zsurzsa Erzsébet és Karácson István ünnepelték a születésnapjukat. Továbbá szeretném köszönteni távolabbi ismerőseinket, Russell Évát, Herdvég Jolánt, aki Louisianában van, és hallgatója a rádióknak, Nagy Ildikó New Yorkba, és Balassi Miksát North Carolinában. Ugyanakkor még egyszer meg szeretném említeni a nevelő anyukámat, őt köszöntöttem múlt héten is, de ezúttal is Isten éltesse, kedves Nusi néni, remélem, hogy nem sokára találkozni is fogunk. Egy dallal köszöntünk mindenkit születésnapja alkalmából, Kont Zsuzsától hallgassuk meg, egy év elmúlt. Hát sajnos így van, minden születésnap egy évvel jár. Elmúlt egy év, hova tűnt a szép tavasz, hajnali szél. Az első rügyező ág, a találkozás. Egy év elmúlt, hova tűnt az édes nyár, szép szerelem, a forró éjszakán. Bye.
is jön majd még sok-sok év, akire vársz, talán majd rád talál. Az élet nem áll meg soha, a végtelen tánc, akárhogy táncolhatsz, csak körbe jársz. Szólíts meg jól, ha engem kívánsz, addig szeress, amíg Közben sikerült megoldani a technikai problémákat, és Strober Laci vonalba van, de még nem adom vissza Laci neked a szót, mert van egy kedves vendégünk a stúdióban, és eszébe jutott, hogy ő nagyon szeretne köszönteni egy ismerősét születésnapja alkalmából, ezért most Gusztávnak adom a szót. Köszönöm szépen, valóban így van. A kedves öcsém Sámuel az, aki tegnap töltötte be a 17. életévét, úgyhogy Samu, nagy szeretettel köszöntelek téged, és ezúttal szeretném küldeni neked a Demjén Ferenctől a Sajtból van a Hol című számot. Nagyon jók. Üdvözlünk mi is, és boldog születésnapot. Következzék Demjén Ferenc. Yeah.
Szervusz, Laci, remélem többet nem fogja az internet, meg semmi más félbeszakítani téged. Nagyon sajnáljuk, hogy ez így alakult, de most nálad a szó róla. Na most elkapcsolt mobilint, hogy valószínű, hogy most rendben leszünk, legalábbis remélem. Hát egy kicsit most is szakadozik, de bízunk benne, hogy minden jó lesz a végére. És akkor most hol folytatjuk? Most a rejtvény következzék, Laci. Rejtvény következzék. Oké, okay, tehát mégpedig a 809. honismereti rejtvényjáték. A kérdéseket hétről hétre Veres Sándor kollégánk állítja össze, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük ezt a munkáját. Mielőtt felolvasnánk az eljárti kérdéseket, közöljük a múlt heti rejtvény megoldását. A helyes válaszok a következők voltak: Rudolf, B. Szabó Edit és Reményi Ede. Tehát Rudolf, B. Szabó Edit és Reményi Ede. A megfejtők között, tessék, azért már van egy új megfejtőnk, ugye? Már nem számít újnak. Már, de mindegy, szóval stabilan velünk van, mégpedig Áronnak édesanyja, Erdély Ildikó, Turnák Klára és Kazvinszky Borbála. És akkor mindjárt térjünk rá az első kérdésünkre. Ki volt az a magyar király, aki uralkodása alatt kibékült a császárral, hogy visszakapja az elrabolt szent koronát, amelyel megkoronáztatta magát? Politikáját pedig a nyugati irányú törekvések jellemezték. Második János Zsigmond, Dobzse László, avagy első Korvin Mátyás. Tehát még egyszer, második János Zsigmond, vagy Dobzse László, avagy első Korvin Mátyás. A második kérdés már így hangzik: mi a neve annak a Los Angelesben született Golden Globe díjas és Emmy díjas magyar származású amerikai színésznőnek, aki leginkább arról ismert, hogy ő játszotta az egyik detektív szerepét az amerikai TV-film sorozatokban? És lássuk a lehetséges válaszokat: Hargitai Mariska, Makkai Rebeka vagy Barsi Judit. Hát ez nagyon könnyű, remélem önöknek is, a hallgatóknak is így van. Megismétlem a neveket: Hargitai Mariska, Makkai Rebeka és Barsi Judit közül kell kiválasztani azt az amerikai magyar színésznőt, aki Golden Globe díjat is, Emmy díjat is nyert. Igen, a nevéből nagyon egyszerűen ki lehet hámozni különben szerintem. Na mindegy, ennyi segítséget azért megadtunk. És akkor nézzük a harmadik kérdést. Hogy hívják azt a magyar kétszeres Kossuth és Munkácsi díjas festőt, grafikust, valamint goblein tervezőt, érdemes és kiváló művészt, aki a képzőművészeti főiskola tanára, majd főigazgatója is volt? Domanovszky Sándor, Domanovszky Endre, avagy Domanovszky György. Tehát újfent segítek, a Domanovszkyról beszélünk, tehát már csak a keresztnevet kell kitalálni: Sándor, Endre, avagy György. Ez már annál nehezebb még akkor is, ha segítesz, de biztos, hogy utána lehet nézni az interneten. És igen, egy dalt kérünk szépen, hogy konferálj fel, Laci. Szécsi Pától a Karolina című dalt. Ez most mind ilyen régi-régi számok. Karolina, úgy várnak.
Közismereti kérdések, és a dal után következik egy kis próza is. A hét verset című rovatunkhoz milyen verset kerestél, Laci? Na most ez egy rendhagyó, mert az igaz, hogy azt mondta, hogy próza, ez így igaz, Latinovics Zoltán előadásában hallgatjuk meg ezt a verset, József Attila vers tiszta szívvel, viszont mindjárt utána meg is zenésítve Baksasós János által. Tiszta szívvel. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is örök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek. S halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemet. Nincsen apám, se anyám, se istenem, se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel betörül, ha kell embert is fölött. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemet. Se hazám, se bölcsőm, se szenvedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset, 20 esztendőm hatalom,
20 esztendőn eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betöröm, ha kell embert is fölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elködnek. S halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Érdekes feldolgozás volt, nagyon rockos volt. Még hallottam ezt a verset megzenésítve, de az nem éppen így hangzott. Na az az igazság, hogy ezt pont ezért tettem be, hogy egy vers, hogy hangzik ugye egy nagyon nagy előadó művész által, aki ugye prózába mondja el, és hogy hangzik egy ilyen rockosított változatban. Meg kell, hogy mondjam őszintén, nem lesz a kedvencem egy hamar ez a történet. Én jobban szeretem, ha prózába adják elő, és nagyon kevés az a vers, ami tényleg jól van megzenésítve. Tisztelt a kivétel, persze, akad, aki nagyon jók, de na mindegy, nem ragozom ezt a kérdést. Térjünk át egy egész más műfajra, a gasztronómiára, a Mit főzünk című rovatunkba. Milyen finomat készítettél nekem virtuálisan, mert tényleg ebből evés nem lesz. Na hát ez az. Vörös boros bivaj pörkölt. Ó, marha pörkölt nem is jó, már bivaj kell. Nem. Most a nagyobb féltálcájú embereknek készítettem, mert ugyanis a bivaj az ugye egy nagyon drága húsféle, még itt az államokban is, aztán Európáról ne is beszéljünk. Na most nézzük, mit kell hozzá. 3 kg bivajlábszár, 5 közepes fej vöröshagyma, 20 dek a sertészsír, vagy füstölszalonna zsírja, 2 kisebb paradicsom, 3-4 zöld paprika, 3 gerezd fokhagyma, 3 evőfanál fűszerpaprika, ebből lehet egy füstölt is, 1 teáskanál kömény, 2 teáskanál majoranna, 4-5 szem borókabogyó, 4 babéllevél, 1 teáskanál áponyalekvár, elmaradhat, de nem érdemes kihagyni, mert ez egy ízharmóniát ad, és egy üveg száraz, testes vörös bor, mégpedig minőségi, mert ugye úgyis minőségi, abból is legyen minőségi. Az elkészítés. A húst megtisztítjuk, vagyis helyesen az előkészítés. A húst megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk, vigyázzunk, hogy az összes inas részt ne vágjuk le róla, attól lesz igazán finom a pörköltünk. A hagymát megpucoljuk, apró kockákra vágjuk, a paprikát és a paradicsomot is felaprítjuk, a fokhagymát pedig lepréseljük. És akkor az elkészítés, ha a füstölszalonnát használunk, akkor kisütjük ugye a zsírját, majd a szalonna darabokat kivettük az edényből, de benne is lehet hagyni, nem probléma. A zsíron megpirítjuk a hagymát, majd amikor már majdnem üveges, hozzáadjuk a húst is, majd nagy lángon minden oldalát megpirítjuk. Ilyenkor kevergessük és ügyeljünk rá, hogy le ne égjen. Majd elzárjuk alatta a lángot, és rászorjuk a fűszerpaprikát, ha a végén adjuk hozzá a paprikát, akkor is működik a dolog, tehát abszolút nem lesz rossz. Jól elkeverjük a paprikával, majd felöntjük egy nagyon kevés vízzel, éppen annyival, ahogy lere égjen. Ha engedett levet, akkor nem is kell fölöslegesen vizezni. És reméljük, hogy akkor ez így ízleni is fog. Hát... Nekem biztos ízlene ez. Egy olyan típusú étel, amit én szeretek. Na hát akkor meg lehet csinálni. És akkor zenélünk még? Igen, igen, zenéljünk. Zenéljünk. Szűcs Judit, járd el az orvad alá. Thank you.
rövid, egy perc csupán, mi emlék ránk marad. Néha már úgy érzed véget ér, de mész tovább, hogy megtaláld magad. Szívedet, ha bánat járja át, pár jó barát, körtánca elragad. Kedves hallgatóink, az idő nagyon elrohant, ezért így el is fogunk önöktől búcsúzni. A mai adás időnk végéhez közeledve köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogy velünk tartottak. Tartalmas és eredményes új hetet kívánok mindannyiuknak. Jövő héten találkozunk itt a 88,7-es hullámhosszon, avagy a világ 3 délután 2 és 5 óra között. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra. További kellemes délutánt kívánok, búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztői Molnár Zsolt, Róbel László, Erdi Áron és mai vendégünk, Gavra Gusztáv, viszont hallásra. További szép vasárnapot kívánunk, a viszont hallásra, a viszont látásra, és nemzeti imánkkal búcsúzunk.